A reformáció jöttével pedig minden megváltozott. Látványos vetítéssel egybekötött szabadtéri műsor keretében nyílt meg az R500 elnevezésű kiállítás. Egyebek között festmények, kéziratok, dokumentumok, fényképek, bibliák, vallási erekjék, telepítéskori tárgyak kerülnek bemutatásra. 100 évesek, régiek. Nagyanyám, dédanyám írta mondjuk bele a Bibliába a születéseket, a családba, ki, hogy mikor született, mikor haltak meg, és ez egy nagyon értékes könyv volt, amit mindeddig megvigyáztam, és most kölcsönadtam erre a kiállításra. Videóanyagok, animációk, modern látványtervi megoldások teszik az újabb generáció számára is élvezetessé a tárlatot. Nekem a videószoba tetszett, ahol így videót állítottak elő, ahol így, hát szerintem egymás után mennek a videók, de nagyon érdekes. A kiállítás anyaga felöleli egész Vajdaság területét. Kis Lajos Néprajzi Társaság által olyan lelkészekkel ismerkedtünk meg, olyan magánszemélyekkel, akik nagyon értékes református evangélikus hagyatékot őriznek otthon, vagy a lelkészi hivatalban, úgyhogy így indult az ötlet, és így bővült 210 tárgyra, amiből most 126-ot mutatunk be. A kiállítás kiemelten fontos a helyi protestáns egyházak számára, hiszen lehetőséget ad a bemutatkozásra. Viszonylag kicsi közösség vagyunk, tehát hogyha összeadjuk a protestáns egyházakat, akkor itt a délvidéken még a magyarságon belül sem érjük el a 10%-ot. Tehát legalább kétszeres kisebbség vagyunk, és akkor egy-egy ilyen alkalom, egy lehetőség, egy ilyen tér, ahol megjelenhetünk, ez megerősítő az emberek számára. A reformáció egyik legjelentősebb vívmánya, hogy az egyéntől kezdve a családon át a nemzeten keresztül hiterősítő és megtartó funkciója volt. Most is szükséges a megújulásról beszélgetnünk és a megújulásról gondolkodnunk. Most is szükséges újra és újra felelevenítenünk azokat a személyeket, akiket reformátoroknak nevezünk, azokat az eseményeket, amelyek a reformációt megelőzték és véghez is vitték, hogy ezeken keresztül tudjunk megerősödni a mai napon is, a mai életünkben is, úgy hívőként, mint magyarként, kisebbségi magyarként itt a délvidéken. A kiállítás tartalmazza dr. Szőke Anna fotóit is a vajdasági református és evangélikus templomokról. A kiállítás november elejéig tekinthető meg.